Sziasztok, nagyon sok szeretettel köszöntök mindenkit. Hétfő este van, ez pedig azt jelenti, hogy Aréna az Oxigén médiában, illetve természetesen a Győri Hírek Facebook oldalán, és azt kell mondjam, hogy két nagyon izgalmas beszélgetéssel készültünk ma estére is. Két olyan sportágról lesz szó, akik az elmúlt években, évtizedekben egy kicsit talán el voltak tűnve Győrből, de aztán most visszatértek teljes mellszélességgel. Jégkorongról, illetve vízilabdáról lesz szó a mai adásban, és már itt is van velem a stúdióban a mai adás első vendége, Szuper Levente, az Uni Győr Eto HC szakmai igazgatója, kapusedzője, jól mondtam? Igen, szia Milán, jó estét kívánok! Szia Levi, nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást. Hát ahogy fel is vezettem egy kicsit, 2006 óta van újra első ligás, erzteligás csapat itt Győrben, és mindjárt beszélgetünk arról, hogy ez egészen pontosan hogyan alakult ki, de hogyha megnézzük az eredményeket, most az elmúlt néhány meccs talán nem úgy sikerült, ahogy talán ti is vártátok volna. Mi történt, mi ez a kis gödör most itt a csapat környékén? Hát ugye azt tudni kell, hogy egy kicsit gödörbe kerültünk, nyilván az eredmények mutathatják így, de ugye sokkal fontosabb, hogy a játékunk képe igazából milyen. Tehát rengeteg olyan mérkőzésünk volt, ahol ugye a hosszabbítás, vagy az egygólos meccsek, igazából az elmúlt 2-3 hétből talán két mérkőzésünk volt, ahol tényleg nem mutatta a csapat azt az arcát, amit igazából kellett volna. Sok összetevője van nyilván, tehát fiatal csapatról beszélünk még mindig, bár elég régóta együtt vannak már. Ugye az egyetlen légiósunk, a Dusán meg is sérült egy 3 hete, azért az elég nagy érvágás volt a védelemben. Ugye ott sorozatosan 6 hátvéddel játszottuk a meccseket, az előző két mérkőzésen 5 hátvéddel, mert még egy sérültünk volt. Úgyhogy ezeken a nehéz pillanatokon, nehéz időszakokon igazából ugye a srácok csak magukra számíthatnak, és még nincsen közöttük az a rutinos róka, vagy egy olyan mag, aki már annyira rutinos lenne, hogy átbillenthessen minket. A tegnapi mérkőzésünk kifejezetten jól sikerült Újpesten. Az utolsó pillanatban kaptuk meg az Újpestnek a gólját, amivel 2-1-re nyertek. Tehát a játék képe az folyamatosan javul. Ha minden jól megy, Dusánt is visszakapjuk már a jövő héten, és a többi sérültünk is nagyon szépen halad, úgyhogy remélhetőleg tényleg napokon belül teljes keretünk lesz megint. Hát valóban ugye a legutóbbi mérkőzésetek az Újpest ellen, ugye ez a 2-1-re elveszített mérkőzés, de ahogy mondtad, nagyon-nagyon szoros volt, végig meccsben voltatok, úgy, hogy az Újpest egyébként a bajnokság egyik legerősebb csapatának számít. Igen, és úgy, hogy főleg úgy, hogy pénteken itthon egy nagyon keserű pirulát kellett lenyelnünk, ugye a Maztól 10-3-ra kaptunk ki, gyakorlatilag semmi nem sikerült azon a mérkőzésen. Voltak kulcsmomentumok, amiket a srácok nem úgy tudtak már kezelni, összetörtünk lelkileg, és hogy 2 napra rá tényleg az UTE ellen, akik ugye a második helyet foglalják el a tabellán, idegenbe, tényleg úgy játszva, hogy bármelyik irányba billenhetett volna a győzelemnek a mérlege. Sajnos alul maradtunk, de le a kalappal a srácok előtt, hogy tényleg ilyen karakterbeli változást, fejlődést tudtak mutatni, és összeszedték magukat, és hát nagyon bizakodva várjuk ezt a hetet, ugye két mérkőzésünk lesz megint hazai pályán. Itthonról nem akarunk ilyen könnyen pontokat elengedni, mint ahogy azt tettük pénteken. Ugye jelen pillanatban a 8. helyen álltok az Erste Ligában, és a felsőházi középszakasz az most egy kicsit nehezen elérhetőnek tűnik. Ez mennyire reális egyébként, hogy gyakorlatilag teljesen mondhatjuk azt, hogy ketté van szakadva a mezőny, tehát van mondjuk 5 csapat, akik nagyon elléptek a többiektől, és akkor ott van az a 6 csapat, sőt lehet azt mondani, hogy igazából 3 felé szakadt a mezőny, hiszen mondjuk 2 csapat, 2-3 csapat meg nagyon kilóg lefelé. Hát, de őket sem szabad azért leírni, tehát a Dunaújváros is komoly kalapokat gyűjtött már. A Titánok például a tavalyi bajnokot, a Fradit kapták el, ugye a DVTK-ról nem is beszélve, akik meg erős kerettel rendelkeznek, ott náluk nem igazán klappolnak a dolgok, de őket sem szabad leírni. Tehát a liga szerintem sokkal kiegyensúlyozottabb, mint az előző években volt. Mi célnak azt tűztük ki, hogy szeretnénk a középmezőnybe stabilizálni a helyünket. Nyilván az egy egyszerűbb feladat, hogy a teljes kerettel tudunk ennek neki menni,
de úgy érzem, hogy tényleg mindenkivel sikerült eddig olyan meccset játszanunk, ahol partiban voltunk. Mondom, ezeket a szoros meccseket kell, ezeket a lélektani gátokat kell áttörnünk ahhoz, hogy ezek a szoros meccsek, ezek meglegyenek. Annak majd mik lehetnek a lépései, hogy nyilván ez egy hosszabb távú cél lehet, de hogy oda kerülni mondjuk a legjobbak közé. Mi kell ahhoz, miben jobbak ők most jelen pillanatban? Hát igazából még a meccs rutin, amiről ugye beszéltem, hogy nyilván nálunk is megvan az eredménycentrikusság, de talán nem olyan mértékben, mint másnál, tehát mi minden játékosunkat használjuk például, hogyha meccsbe megyünk, tehát mi nem szűkítjük le a padunkat annak fényében és olyan arányosságban, ahogy mondjuk a mérkőzés áll. Tehát mi 4 sorra játszunk végig, mindenkinek lehetőséget adva, és igazából a fejlődés, ahogy te is említetted, hosszú távú, tehát minden évben voltak eddig is, és lesznek olyanok, akiknél mondjuk az edzői stáb úgy érzi, hogy a fejlődésének a csúcsát elérte, mi már nem tudunk hozzátenni az ő fejlődéséhez, vagy pedig kevés mondjuk a ligához és ehhez a szinthez. Hát amióta ez a projekt megindult, igazából erről van szó, aztán utána nyilván fiatalok beépítése, ugyanaz a terv, tehát nálunk ez a koncepció, ez a felfogás, ez nem változott, és hát remélhetőleg, hogy a következő években ugye a győri utánpótlástól is fogunk tudni kapni játékost, aki felnőtt szinten ott fog dörömbölni az ajtón. Mondtad, hogy beindult ez a projekt, és valóban így van, hogy ugye gyakorlatilag, mikor megépült itt Győrben a jégcsarnok, akkor a Titánok játszották először itt a hazai meccseiket, aztán most ősszel úgymond robbant a bomba, hogy akkor Erste-ligás csapat lesz Eto néven itt Győrben. Erről mesélj egy kicsit, hogy volt ez a fúzió, hogy egészen pontosan hogy lett Erste-ligás csapat itt Győrben? Hát ez egy nagyon gyors folyamat volt. Tehát Ladányi Balázs vezetőedző és Levák Zoltán másodedző kollégáim voltak itt a Bartalis fivéreknek a táborában, mint vendégedzők, és ez június közepén volt, és Bartalis Józsi bácsival és Szarva Zoli bácsival találkoztak, aztán nyilván Balázs és Zoli, és elkezdtek beszélgetni, és most itt vagyunk. Tehát ez egy nagyon gyors folyamat volt, nagyon gyors volt a költözés, borzasztó sok adminisztráció, hát gyakorlatilag a mi szabadságunk, és az tényleg az a pihenőidő, ami mondjuk nyáron egy jégkorongos megillet, az teljesen kimaradt az életünkből. De ebbe az egész dologba azt tartjuk a legnagyobb visszajelzésnek és a legnagyobb pozitívumnak, hogy gyakorlatilag mindenki velünk tartott. Tehát az egész csapat bízott bennünk annyira, vagy bízik bennünk annyira, hogy mi felvázoltuk nekik, hogy itt van egy lehetőség. Itt most nem egyleztek a sok közül, ugye Budapesten eddig 4 felnőtt csapat volt, most a mi leköltözésünkkel 3. Itt zöld-fehérbe Győrnek a csapata leszünk, piacot tudunk nyitni, a jégkorong újabb piacot tud nyitni, ez igazából ugye a szövetségi kérdés, szövetségi preferencia és fontosság, hogy a liga is Nyugat-Magyarországra tud jönni. Azért a jégkorongban egy picit szürke folt volt ez a nyugat-magyarországi régió, de most már itt is van egy felnőtt csapat, és a srácok gyakorlatilag egy nap gondolkodási idő után jelezték, hogy akkor ők velünk tartanak, és hát úgy gondolom, hogy ez a legnagyobb visszajelzés számunkra. Ugye azt még mondjuk el, hogy arról van szó alapvetően, hogy a Vasas csapata, a tavalyi Vasas nagy része költözött le ide Győrbe, és te vagy a kivétel, aki életvitelszerűen nem élsz itt Győrben, de egyébként hogy látod, hogy mennyire szerették meg a srácok, illetve a szakmai stáb többi része Győrt, mennyire illeszkedtek ők be? A srácok nagyon jól érzik magukat, azt mondhatom, és igazából ez volt nekik talán az utolsó csepp abba a pohárba, ami a felnőtté válás jelenti. Tehát a többségük még otthon lakott, néhányuk kezdte igazából csak el azt az igazi profi felnőtt életet, de azzal, hogy le kellett költöznie mindenkinek, és itt lakik életvitelszerűen, úgy gondolom, hogy a felnőtté válás ezen periódusában mi is edzők, szakemberek be tudtunk segíteni nekik, és ez nagyon jó hatással volt rájuk. Hát van egy csodálatos csarnokunk, segítőkész kollégák, nagyon jó helyen vagyunk, úgyhogy minden adott arra, hogy eredményesek tudjunk lenni. Ugye Ladányi Balázsral, illetve Revák Zoltán másodedzővel, ti azért egy elég jól működő trió vagytok, nagyon jól tudtok együtt dolgozni. Ez minek köszönhető szerinted? Hát nagyon egyszerű dolog, az egymás iránti tisztelet,
az egymás iránti szeretet, valamint ugye a régi bajtársiasság. Ugye mi csapattársak voltunk, ugye a Godóval, Balázs, vele ugye hosszú évekig a válogatottban is együtt játszottunk, Revák Zorival csapattársak voltunk Dunaújvárosban, de úgy gondolom, hogy megtaláltuk azt a harmóniát ebbe a trióba, hogy nagyon jól ki tudjuk egészíteni egymást. Hogy érzed, hogy a győri sportközeg, a győri élet is befogadott titeket? Úgy gondolom, hogy igen, tehát azért azt jó látni, hogy egyre többen jönnek a mérkőzéseinkre. Most már egyre több és egyre nagyobb aktivitásokat tudunk szervezni. Ugye a meccs köré nagyon nagy öröm számunkra, hogy az utánpótlás bázist is meg tudtuk mozgatni, tehát kis 6-8-10 éves gyerekek sorba állnak ott a játékos kiárónál, bejárónál, amikor jönnek ki a srácok. Tehát igazából ezért játszik az ember, ezért, hogy példaképek tudjunk lenni, jó példát tudjunk mutatni a gyerekeknek. Ezt a mi srácaink is most már így felnőtté válva és profivá válva érzik és élvezik ezt a helyzetet, és hát igyekeznek jó példaképek lenni, mi is erre tanítjuk őket minden nap. Ugye utaltál már a beszélgetés elején, hogy most még az Erste Ligás csapatnak most még két mérkőzése következik, ugye a Csíkszereda, illetve a Brassó ellen, aztán lesz egy nagyjából 2,5 hetes szünet. Hogy készültök erre a hátralévő két meccsre, illetve mivel fogjátok majd tölteni ezt a kis szünetet? Hát ugye szeretnénk ezt a lendületet, amit tényleg sikerült az Újpest meccsre fölvenni, ezt a hetet szeretnénk nagyon, nagyon erősen zárni, tehát mindenképpen pontokat szeretnénk gyűjteni, hogy ne maradjunk le igazából a középmezőnytől. Nagyon nehéz két mérkőzés lesz, hát utána pedig nagyon fontos lesz, néhány nap szabadságot kapnak a fiúk, hogy regenerálódni tudjon mindenki, tényleg aki a sérüléséből már majdnem fölépült, ők is teljes értékűek tudjanak lenni. Aztán utána belecsapunk a szezon második felébe, remélhetőleg, hogy hátvéd poszton sikerül tovább erősítenünk egy új játékossal, úgyhogy reménykedünk abba, hogy igen, az új évvel vissza tudunk térni arra az útra, amit igazából az első két hónapban mutattunk. Az előbb már szóba került a fiatalok, illetve az utánpótlás, és ugye ezzel a projekttel, hogy újra Erste Ligás csapat van Győrben, utánpótlás nevelő akadémiai alközpont is indult. Ez mit jelent egész pontosan? Hát ez azt jelenti, hogy sokkal több lehetősége lesz a győri utánpótlásnak, mint a legtöbb egyesületnek az országban. Tehát ilyen infrastruktúrával tényleg 3 jégfelület van, ugye tervben van egy épülő kollégium is, ott a jégpálya területén. Nagyon sok gyerek van, jó szakemberek vannak. Igazából már most is van 2-3 srác, aki a felnőtt kerettel edz, csak hogy tényleg mi is fölmérjük a helyzetet, igyekezzünk beépíteni embereket az utánpótlásból, igyekezzünk jó példát mutatni, és hát ezzel az új lehetőséggel, hogy regionális alközpont lett az utánpótlás, ezzel a lehetőséggel élni kell, tehát meg kell találni a módját, hogy előbb-utóbb fiatalokat lehessen beépíteni. Ugye az egyetem csatlakozásával ugye a tanulási lehetőségek széles palettája is kinyílt előttünk, úgyhogy itt egy nagyon jó kis lehetőségcsomagot tudunk majd kínálni az utánpótlás játékosoknak. Azt hogy látod egyébként, hogy hol áll most a jégkoronga a gyerekek körében? Mert ugye azt azért látjuk, hogy amikor egy világverseny van, siker van, akkor mondhatjuk, hogy megmozdul az egész ország, mikor a felnőtt válogatottat lehet figyelni. Ez lecsapódik az utánpótlásban is? Tehát amikor ezeket a sikereket látják a gyerekek, akkor úgy megindulnak, hogy akkor ők jégkorongozni szeretnének? Hát ezt tapasztaltuk a saját bőrünkön, ugye még 2008-ban, ugye a szaporói feljutásnál, aztán utána, amikor a srácok feljutottak Krakkóba, és volt megint csak az A-csoportos láz, akkor ugrásszerűen megváltozik minden. De ugye sokan mondják azt, és ugye minden sportoló általában egyetért azzal, hogy a csúcsra jutni sokkal könnyebb, mint ott maradni. Tehát igen, ezeket az eredményeket el kell valahogy érni, hogy ne csak 10 évente, vagy a mi esetünkben 70 évente forduljon elő, hanem megpróbálni állandósítani. Hát ezen dolgozik most már nagyon sok ember. Magyarországon újabb jégpályák épülnek, azért szerencsére folyamatosan mi is felavattunk egyet, ugye Ajkán, a Titánok elleni mérkőzésen. Tehát a lehetőségek megvannak, szakemberképzésre kell nagyon nagy hangsúlyt fektetni, és akkor 5-10 év múlva jók lehetünk megint.
Egy fiatal sportolónak egyébként mi lehet a perspektíva a jégkorong tekintetében? Tehát most oké, álmodjunk nagyot. Mondjuk egy NHL az mennyire elérhető Közép-Európában vagy Magyarországról? Azért kérdezem ezt tőled, mert hát te voltál az, aki Magyarországról a legközelebb kerültél ahhoz, hogy egy NHL csapatban bemutatkozhasson. Hát erre csak egy dolgot tudok mondani, hogy az utolsó draftolt játékosunk, ugye Vas János volt, 2003 Dallas Stars. 18 éve. Tehát akkor ilyen értelemben Észak-Amerika az lehet, hogy nem feltétlenül elérhető, de mondjuk akkor mik lehetnek a perspektívák, vagy mi az, amit akár Magyarországról, akár Győrből el lehet érni? Hát én úgy gondolom, hogy azért legalábbis reménykedem abban, hogy minden fiatal magyar sportolónak az elsődleges célja az, hogy címeres mezt húzzon, hogy magyar válogatott legyen, és ha valaki magyar válogatott, akkor azért sok lehetősége nyílik, hogy meghatározó és hosszú távú karriert fusson akár itthon az Erste Ligában. Tehát mi azért dolgozunk, hogy az Erste Liga is egy olyan szintet képviseljen Európa szerte, ami egyre jobban halad, hogy perspektívát nyújtson, vonzó legyen gyakorlatilag a fiatalok körében. Ehhez kell mondjuk egy jó válogatott szereplés is, az még egy lapáttal rá tud tenni. Meg hát azok a fiatalok, akik kint vannak, ugye a Galló Vili vagy a Sebők Balú, tehát ők azért világszínvonalon top ligákban játszanak Skandináviába, tehát az azért már nincs olyan nagyon messze a világ legjobbjaitól. Vannak, akik próbálkoznak Észak-Amerikában is, borzasztó nehéz, tehát de akkor dolgozni kell, de hát semmi nem lehetetlen. Tehát hogyha a Jankó is, meg én is, meg ugye volt még a Gröstomi, akit draftoltak annak idején mi hármunkat, tehát hogyha mi el tudtuk érni ezeket a célokat úgy, hogy gyakorlatilag gyerekkorunkban nyitott pályán játszottunk, akkor én úgy gondolom, hogy semmi nem lehetetlen, a ajtó nyitva áll a gyerekek előtt. Nehéz dolgotok van egyébként olyan szempontból itt Győrben, hogy azért elég komoly a sportkonkurencia, hiszen van két labdarúgó csapat, jó a férfi kézilabda ugye jelenleg másodosztályú szintén, de hogy azért van egy sportkonkurencia, ezzel kapcsolatban nektek mennyire van nehéz dolgotok, hogy bevonzani a gyerekeket a jégpályára? Hát attól függ, hogy mennyire éljük meg mi ezt konkurenciának, vagy inkább lehetőségnek. Tehát ugye egy vagy másfél hónappal ezelőtt volt egy olyan mérkőzésünk, ami meccsünk előtt közvetlenül kézilabda BL volt, játszottak a lányok, aztán utána mi játszottunk, és a mi mérkőzésünk után kezdődött a labdarúgó mérkőzés. Hát mi kell más, mint hogy egy ilyen vasárnapi program mondjuk egy egész családnak, hogy elmenjen különböző sporteseményekre, jól érezze magát, szurkoljon a győri színeknek. Tehát én inkább ezt többszörös lehetőségnek látom, mint inkább konkurenciának. Hát meg kell szeretetni a gyerekekkel elsősorban a sportot, meg a mozgást. Lehetőséget kell adni nekik, hogy mindent kipróbáljanak. Erre itt lehetőség van Győrben. Jöjjenek meccsre, próbálják ki a sportokat, és válasszák azt, amelyik a legjobban tetszik nekik. Onnantól kezdve mi örülünk, hogy a sportpályán vannak. És akkor, hogyha most valaki akár ezt a beszélgetést hallva, akár lát egy jégkorong mérkőzést is itt Győrben, és kedvet kap a jégkoronghoz. Hogy lehet elkezdeni, hogy kerülhet be hozzátok egy fiatal, akár gyermeksportoló? Hát jöjjön el a jégpályára gyakorlatilag, és ott minden információt megtalál. Ugye nagyon sok közönségkorcsolyázás is van, ugye a belvárosban is jelen vagyunk, ott is van jégfelület, lehet korcsolyázni. És hát ezeket a korcsolyázásokat, meg tanfolyamokat ugye a korosztályos edzők tartják, úgyhogy simán akinek tetszik, eljön egy meccsre, ott bárkit megkeres, és tud jönni játszani. És még egy kardinális kérdés egyébként szerintem, hogy azért a jégkorong elég felszerelés igényes sportág, ami hát én most láttam egyébként, éppen hogy elkezdtünk beszélgetni, 300 000 forintért egy korcsolyát, ami azért nyilván erős túlzás, de egyébként a kezdésnek, amikor egy kisgyerek oda megy hozzátok, akkor ezt a felszerelés kérdést, ezt hogy lehet megoldani, vagy tudtok-e ebben segíteni, hogy azért nyilván ne kelljen a szülőknek azonnal sok 100 000 forintot, vagy sok 10 000 forintot kifizetni egy jégkorong felszerelésért? Jó, hát a legelején, amikor a kisebbek a gyerekek, nyilván akkor a legolcsóbbak a szerelések, és nyilván ugye, mivel a jégkorong kiemelt sport, ugye a TAOS rendszerben benne van, azért rengeteg lehetősége van a kluboknak segíteni a szülőket, ezt kötelességünk is igazából megtenni, úgyhogy igyekszünk tényleg minél több terhet a szülőkről levenni, és így ezzel a nagy állami támogatással gyakorlatilag hát a szülőknek is
elérhető áron van a felszerelés. A legkisebbeknél pedig vannak kezdőszettek, azokat általában ugye kiszoktuk adni csak használatra, hogy tényleg vegye föl, használja, nézze meg, hogy tetszik-e neki a sportág. Ha igen és marad, akkor mehetünk a következő szintre. Levi, én nagyon szépen köszönöm, hogy elfogadtad a meghívást, és nagyon-nagyon sok sikert kívánok nektek, mind az utánpótlás, mind pedig az Erste Ligás csapat céljainak az eléréséhez. Köszönjük szépen. És akkor azonnal folytatjuk, méghozzá vízilabdával, női vízilabda következik, egy pici bejátszót láthattok, aztán érkezik hozzánk Fogel Zsolt, a GVSE női vízilabda csapatának vezetőedzője, akivel ma délelőtt beszélgettem, ezt a beszélgetést láthatjátok pillanatokon belül. Három után idén először indulhatott újra az OB1-ben, vagyis a legmagasabb osztályban a győri női vízilabda csapat. A célok között amellett, hogy a bennmaradást szeretnék kiharcolni, szerepel az is, hogy minél több tehetséges, saját nevelésű győri fiatalnak is lehetőséget adjanak a bemutatkozásra. Hogy ezen az úton hogy haladnak, erről is beszélgetünk vendégünkkel, Fogel Zsolttal, a GVSE női vízilabda szakosztályának vezetőedzőjével. Akkor egy a bejátszóban is láthattátok, női vízilabdával folytatjuk, a vendégünk pedig Fogel Zsolt, a GVSE női vízilabda csapatának a vezetőedzője. Szerbusz, köszönöm szépen, hogy elfogadtad a meghívást. Üdvözlök mindenkit, sziasztok! Hát 2003 után került vissza az OB1-be a győri női csapat, tehát majdnem egy ilyen két évtizedes időszak után, és túl vagytok az első őszi szezonon. Hogy lehet értékelni, mennyire vagy elégedett a látottakkal, hiszen azért, hogyha csak az eredményeket nézzük, akkor azt látjuk, hogy a győzelmek egyelőre elmaradtak. Így van. Nagyon nehéz volt a szezonra felkészülni. Ugye több apró problémával is ilyenkor küzdködni kell egy újonnan feljutott csapatnak. Az első az a legeleje, hogy nagyon későn derül ki a szezonba, az előző szezonba, hogy feljutunk vagy nem. Így a piac, az a kecsike, ami van, a játékos piac, eléggé szűk már, tehát kevés a merítési lehetőség, hogy megerősítsük a keretet. Ráadásul mi egy ilyen kombinált jogon jutottunk fel, vagy kombinált csapattal a Ferencvárosból, ugye fiatal játékosokat vettünk kölcsön, hogy feljussunk. Maradtak is abból a csapatból játékosok, és próbáltuk megerősíteni. Emellett volt még ugye az alapelv, hogy a helyi játékosoknak, akikkel ugye én 6 éve foglalkozom, amióta ide jöttem Győrbe dolgozni, mindenféleképpen biztosítani akartunk helyet. Különböző évjáratot, tehát a 2001-es lány is van, aki itt vízilabdázott nálunk, de már kiöregedett az utánpótlásból, és 2007-es lánynak is még van helye az elnőtt csapatba, aki ugye most az utánpótlásba játszik, és így vannak 4-5-en. Itt próbáltunk egy csapatot összerakni, plusz, ami nehezíti, az az idei versenykiírás, ami egy extrémen egyedi, az pedig a Covid helyzet miatt ugye 2 nemzetközi verseny van idén, így nagyon gyorsan lemegy a bajnokság, és ez egy ilyen új csapatnak, ez minden csapatnak megterhelő, de akik össze vannak szokva, hogy ilyen sűrűn vannak a mérkőzések, ott kevesebb a hibajavításra való idő, nem kell annyit szárni, hanem mindig készülnek és tudják, ugye nálunk meg minden a nulláról folyik, össze kell csiszolódni, és ahol 3 naponta voltak a mérkőzések, így nagyon mentünk előre, amíg bírtuk, amíg tudtunk menni, javításra, gyakorlásra sokkal kevesebb időnk maradt. Erre van ez a köztes időszak, hogy egy picit összébb rakjuk. De a végérdést kiterül, hogy mennyire vagyunk elégedettek vagy elégedetlenek, igen, a pontok hiányoznak. Jobban lett volna a lelkünknek, hogyha pontjaink vannak. Egy mérkőzés, nagyon sajnálunk ebbe a hazai pályán, a Tatabányát, azt nagyon el is rontottuk, és a Szegedet hazai pályán pedig sajnáljuk, mert ott pedig volt lehetőségünk pontot szerezni. A többi mérkőzés az adta magát, és próbáltuk a maximumot kihozni, van fejlődési lehetőség mindenféleképpen, és fejlődnünk is kell. Ugye, hogyha megnézzük az erőviszonyokat, akkor valóban ez a Szeged, Tatabánya, harmadik kerület, hármas, akivel ti mondjuk versenyben tudtok lenni, viszont az is hozzátartozik, hogy
nagyon fiatal csapat vagytok, hiszen ahogy megnéztem, gyakorlatilag egy olyan játékos van, aki 97-ben született, hogyha jól emlékszem, egyébként mindenki 2000 után. Ez egyébként a rutintalanság számlájára írható, hogy egyelőre még nem voltak meg, amit említettél ugye a Szeged mérkőzés, ahol egy góllal kaptatok ki, hogy ott nem sikerült megszerezni a pontokat? Pont a Szeged mérkőzést, ha említed, talán ott nem éppen a rutintalanságra fognám ezt, hanem ez a játékos kvalitás, tehát a lélek jelenlétem, hogy amikor ott vagyok a helyzetben, a fejbe, be tudom lőni a helyzetet, nem tudom belőni. Ez tényleg egy nüansz, ez csak a játékos. Persze a fiatal játékosnál többet hibázik, elizgulhatja, stb. Problémákkal küzdik, és nem megy be. De az itszer serdülőkbe is, az itszer az OB1-be is. Azt tudni kell, hogy még egy sablon, amit az edző tanított, hogy kéne befejezni, de ott az ő kezében van a lehetőség, az ő feje, az ő keze, az nem az edző keze, amelyik eldobja a labdát, és itszert mindenki hagyott ki, aki még a legnagyobb játékosok is hagytak ki, tehát ez előfordul. A legnagyobb probléma az, amivel meg kell küzdködnünk, hogy ez az új csapat. A csapatban mindig kialakul egy hierarchia. A sport az nem demokrácia, ez egy hierarchikus rendszer, főleg a csapatsport. Az edzőtől kezdve lefelé mindenki keresi a helyét, vagy megtalálja a helyét, amit javnodat nekik. Most az itt lévő játékosoknak már van OB1-es tapasztalatuk, azok bárhonnan jöttek a csapatba, legjobb esetben is a hierarchia vagy a csapaton belül közép szinte helyezkedtek el, vagy inkább a második felében. Most ugye előre kell lépni, vezérnek kell lenni, ez nagyon nehéz, és nagyon nem irigylem őket, hogy egyik pillanatra a másikra ilyen szerepbe kell menni, ami nagyon jó, sok pozitívummal is járat, de a mérkőzésen sokkal nagyobb felelősség hárul rájuk, és ezt elviselni, ezt feldolgozni, ez nem könnyű dolog. És ezt te edzőként, ezt a folyamatot, ezt hogy tudod menedzselni, vagy segíteni, hogy ezek a szerepek ki tudjanak alakulni a csapaton belül? Én irányelveket és kereteket próbálok szabni, hogy tudják azt, hogy mit kell mindig tenniük, vagy mit lehet mindig tenniük. Ez egy egyszerű, tehát a helyzet. Mi a helyzet? Először ezt döntsük el. És ezután a helyzetet ellőni, és abból nem lesz gól, az csak baj. De a helyzetet nem lövöm el, az hiba. Mert hát az a helyzet. És ezeket a jogosítványokat felerősítve el tudjuk magyarázni a versenyzőknek, ez bármelyik csapatsportban így van, vagy bár. Akkor ez már neki jogosítvány, hogy tudja, hogy neki ezt kell vállalnia, nem szabad túlvállalnia magát, nem szabad bepánikolni, talán ez a jó szó, különleg a lányokról talán ez hatásos is, hogy ők hajlamosak bepánikolni egy picit. Utolsó kérdésem ezzel kapcsolatban, aztán megígérem, hogy megyünk egy kicsit vidámabb, meg optimistább területre, de hogy most egyébként máshogy kell kezelni a csapatot, mint tavaly, amikor azért sokkal több volt a sikerélmény? Én őszinte vagyok. Szerintem a tavalyi csapat, amivel kivívtuk a feljutást, az jobb játékerőt képviselt, mint az idei csapat, amivel bent akarunk maradni a játékosoknál, a játékosokat, hogyha egymás mellé tesszük. Ami a másik rész, ami nagy segítség volt az én számomra, hogy a tavalyi csapatban, és nevesíthetjük is, ezt a játékos Pőce Pannának hívják, aki a győri utánpótlásból jött ki, és a játékosom volt nagyon sok ideig, és most a Ferencvárosban alapjátékos. Ő volt ugye a hierarchia legtetején, a Fradiból jött kölcsönjátékosok hallgattak rá, és ugye ő nagyon jól tudta, hogy én mit várok el a vízben, milyen hozzáállást, milyen magatartási normákat, milyen fegyelmet taktikailag, és ezt nagyon jól át tudta adni a csapatnak, és ebben nem kellett foglalkozni ebbe az időbe. Tény, hogy az ellenfelek minősége is azért a legtöbb mérkőzésen más volt, mint ugye most az OB1-be. És ezért volt jóval könnyebb a feladat, mint most. Na, akkor most már tényleg menjünk a pozitívabb dolgokra, mert hogyha megnézzük például az erősségeit a csapatnak, akkor az látszik, hogy kapusposzton például kimondottan erősek vagytok, hiszen Torma Luca személyben ugye egy Európa-bajnok kapusotok van, illetve Mosbauer Panna pedig ugye Amerikában is most már megmutatja magát. Mesélj egy kicsit róluk, kérlek, hogy ők mennyire vannak bent, tehát mennyire tudnak vezérek lenni a csapatban. Ugye ez pontosan a kapusposzt volt az, ahol hosszú távra terveztünk, és tudjuk, hogy a kapusunk, hogyha sikerül megkapaszkodnunk az OB1-be, akkor azon a poszton, ha Lucát meg tudjuk tartani, akkor nem lesz problémánk, sőt, tényleg, ahogy mondtad, egy nagyon
szép jövő elé álló fiatal tehetséges játékosról beszélünk. Kapust igazoltunk Kisemő személyében, aki ugye egy rutinosabb, de ő sem nagyon öreg, 2002-es születésű, ő sem nagyon öreg, csak ő most sajnos sérüléssel bajlódik, és ezért Luczára jóval nagyobb szerep hárult itt a bajnoki mérkőzéseken, és semmi sem az ő fiatalságán vagy a rutintalanságon múlt, hogy a mérkőzések nem úgy sikerültek maximálisan, hogy mi elterveztük. A Panna, aki a korosztályában egy nagyon jó képességű kapus, jóformán így kiszorul a Luca miatt ugye erről a posztról, még talán azt is mondom, hogy az utánpótlás bajnokságban is inkább ugye a Luca véd, és keresünk neki olyan játék lehetőséget, mert még idősebb is, mint két évvel, mint a Luca, és az utolsó éve, hogy akár mezőnyben is játszik, és jött közben mellette ez az Egyesült Államokban olyan lehetőség, ahol el is engedtem, meg el is engedtük most a klubba, hogy megmérettesse magát, hogy talán a tanulmányaival kint folytassa. Tehát mások biztos, hogy örülnének, hogy ilyen 2003-as születésű kapusuk lenne, és náluk lenne. Mi az, amiben fejlődött sokat a csapat? Hogy érzed, mik voltak azok a lépések, amiket sikerült megtenni most itt ősszel? Ugye én úgy tudom például, hogy az emberelőnyös szituációkban például egyre jobban tudtok teljesíteni, hogy ez egy ilyen kulcsmomentum. Az emberelőnyös szituáció ugye a mai korszerű vízilabdában ez egy nagyon sarkalatos része. Jóformán mérkőzést eldöntő szituációk. Csak az utolsó nagy világversenyt, az olimpiát vesszük, egyértelműen ez a játékelem döntött el, bár akár férfi, akár női vonalon a végső sorrendet. Valahogy a játékvezetők ezt preferálják, nekik talán így könnyebb, kevesebb rajtuk a felelősség. Ebben biztos, hogy fejlődtünk egy picit, de ebben rengeteget lehetne fejlődni, főleg a támadással, a védekezésben is nagyon fontos. Amiben keretesben fejlődtünk, ugye most a legutolsó mérkőzést kivennék, azok a könnyű gólok, amiket kaphatunk. Könnyű gól az a megúszás és a center gólok, azt közte a szezonban egész jól le tudtuk menedzselni, abban sokat fejlődtünk, hogy mennyit kapjunk. Sajnos most pont az utolsó fordulóban az Eger ellenemben már hadilában álltunk megint. Maradjunk annyiba, hogy ünnepek jönnek, évvége van, fogjuk ezt a fáradtságra is ebben, hogyha oda koncentrálunk, akkor jobban fog megint menni. Ez nagyon fontos, hogy ezeket a minimális számra tudjuk lecsökkenteni. Ahogy említetted, most azért egy pici szünet lesz, aztán majd nyilván folytatjátok a bajnokságot. Hogy fognak telni a következő hetek? Mik lesznek azok a kulcspontok, amiket szeretnétek elvégezni a munka tekintetében, és amit mindenképpen szeretnétek kijavítani tavaszra? Ugye, amiről már említettem előtte is, hogy nagyon gyorsan lemegy ez a szezon. Elég gyorsan kezdődik is, január 15-én már újra mérkőzést játszunk. Most egy pár nap pihenőt kaptak a lányok, szerda estig pontosabban, ugye szombatról. És utána az ünnepek alatt is, az ünnepeket megtartva az ünnepek alatt, vagy között edzeni fogunk végig. Úgynevezett szakmában vegyes felkészítést fogunk végrehajtani, amiben van állóképességi munka is, és főleg taktikai, technikai dolgok. Erre azért kényszerülünk, mert a bajnokság gyorsan megy, 15-én mérkőzés, és ugyanebben a menetrend szerint már március végére eldőlhet a sorsunk, hogy most bent tudunk maradni, vagy nem. Ott lesznek azok a playoff mérkőzések, amiket nyerni kell, hogy ez sikerüljön. Oda szeretnénk a csúcsformát végül is kihegyezni. Na, erről a playoffról mesélj egy kicsit, kérlek. Pont ezt szerettem volna kérdezni, hogy a bennmaradás az hogy fog majd eldőlni? Tehát mikor lesz az, amikor azt lehet mondani, hogy most vannak a legfontosabb meccsek? Pontos dátumos most nem tudok fejből mondani, március lesz. Pont a bennmaradásról, ami dönt playoff, ugye az a VB felkészülés előtt van. A többiek az 1-8-as playoff, ugye az majd folytatódik, vagy két részletből áll, és lesz a VB után is bajnoki mérkőzés. Akkor kell, tehát ha mi most arra tervezünk, ugye arra készülünk, hogy ugye itt a 9-10. Helyen fogunk végezni, persze még megpróbáljuk, és matematikailag van esély, hogy följebb, vagy elkerüljük ezt a helyet, de egyre kevesebb, akkor ott március környékén ezen a mérkőzés sorozaton kell, amit most 3 darab mérkőzésből áll maximum, abból 2-t kell nyerni, tehát a klasszikus playoff mérkőzés sorozat vár ránk. Na, hát ezt nagyon fogjuk majd figyelni, hogy hogy teljesítetek, de beszéljünk egy picit a győri vízilabdáról általában, hiszen ahogy mondtad, 6 éve dolgozol itt a győri női vízilabdában. Hogy érzed, mennyire vagytok beépülve a győri köztudatba, és hogyha mondjuk a fiatalok sportágat választanak, akkor mennyire kerül szóba, hogy akár vízilabdázni is lehet Győrben? Változó és pozitív a én meglátásom itt ebből a rövid
5-6 éves időtartamban, mióta itt élek és itt dolgozom, és itt főleg szeretném hangsúlyozni, hogy itt is élek, tehát nem csak jövök, megyek, hanem itt vagyok most már 6. éve. Volt az első időszakban, hogy rá csodálkoztak, hogy a busszal megyünk, föl van matricázva, hogy nagyon szeretett volna a gyerek, hogy kár, hogy az ő idejében nem volt, pedig volt, nem nagyon tudtak. Ami számomra egy óriási fordulat volt, amellett, hogy a taglétszám és ezek a számok mutatták, hogy azért egyre jobban erősödünk, egyre jobban nagyobb a piramisunk, egyre több gyereket foglalkoztatunk, az a feljutás és a bajnoki OB1-es meccsek utáni élet, amikor megyek a városba, és mindenhol azért gratulálnak, és eléggé úgymond türelmesek, tehát tisztán látják, hogy mi milyen utat választottunk, hogy itt főleg hazai versenyzőkkel szeretnénk, nem pedig nagy sztárokat, vagy akár külföldieket igazolva bennmaradni, és hogy bíztatnak minket, tehát figyelik, és óriási, majd egyszer mondom, számomra nagy öröm volt, hogy ennyien tudták, hogy van vízilabda, és akarják is látni. A gyerekek jönnek, sok az elfoglaltság, és a Covid helyzet ez nem segíti, hogy erről most bővebben is beszéljünk, mert egyszerűen bejön, eltűnik, lezárják, nem akarom, ebbe élünk, ki fogjuk találni, a sport is fog ez alkalmazkodni, és ki fogja találni, hogy tud ez majd menni maga módján. Tény, hogy a sport az online nem nagyon működik, főleg mondjuk a víz, vagy az úszás, öttussal, triatlon, vízilabda, és nem is sorolhatnánk mókással, lovaglás, egy-két dolgot, online nem nagyon fog működni, meg házi karanténban sem, mert még ördeszkázni, hogyha azt lehet, akkor lehet. De jönnek, sok jelentkezőnk van, próbálunk mindenhol, de ugyanebben a cipőben mászkál, akár az úszásoktatásról, az úszókról beszélünk, vagy bármelyikről, hogy nehéz. A szabadon űzhető sportok azok ebben egy picit most jobban állnak. Az olimpiai hatás most, hogy így mondjam, ez érezhető nálatok? Hogy ugye azért a vízilabda szerintem az a sportág, amit nagyon sokan az olimpián követnek. Hogy érezhető az nálatok, hogy most ugye idén volt is olimpia, hogy ott meglátják vízilabda, és akkor van egy ilyen felfutás, hogy akkor most sokan akarnak vízilabdázni? Biztos, hogy érezhető. Nem akarok itt biztos, mert nálam ez jobban értő emberek vannak. Tehát ha mit ilyen érezhető lehet, megmozdulás, az biztos, hogy nagyobb lélekszám kell. Tehát itt ezt Budapest tudná szerintem rendesen visszatükrözni a kérdésedre a választ, mert Győrhez képest a létszámban kisváros, tehát most 100 000 ember környékén, hogy mennyire érezhet egy olimpia hatása, vagy egy kudarc, vagy egy siker hatása, ezzel a kosárlabdázók, kézilabdázók ugyanígy tudnak beszélni, hogy hát azért ugyanúgy keresik a környékről. Budapesten mindig, amikor siker van, akkor országos szinte, de főleg Budapesten megugranak a vízilabdázni vágyó fiúk és lányok. Szerintem most is így történt, a kollégáktól nem akarom elvenni. Az tény, hogy a vízilabdának ez az egyik fő vonzereje, hogy magyar sport az olimpiacentrikus, nagyon-nagyon megbecsülik a bajnokainkat, vagy a jó helyezést is elérőket, most már így is mondhatom, és ez csábító lehet a gyerekeknek, vagy a szülőknek, akik először elhatározzák, hogy a gyerekük sportol, hogy a vízilabdát válasszák. Aztán szembesülnek, hogy a vízilabda az nem éppen a legkönnyebb sportág a labdajátékok között, és ehhez kell alkalmazkodni, és ehhez kell hozzászokniuk. Akkor, hogyha most valaki nézi ezt a beszélgetést, és mondjuk kedvet kapott, vagy esetleg így gondolkozik, hogy ki kéne próbálni, miért jó vízilabdázni? Ezt mondd el, tehát hogyha valaki meg kellene győznöd, hogy jöjjön vízilabdázni, mit mondanál neki? Ezt ugye én 20 éve edzősködöm, jóformán most vagyok végül is ilyen őszhajszálakkal, 50 év környékén vagyok OB1-es edző először. És eddig mindig nevelőedző voltam, és volt mentorom a Ferencvárosba, mert hogy említsem meg a nevét, Kárdos Géza bácsit, és ő neki volt egy nagyon jó mondata a szülőknek, mikor mindig jöttek, hogy érdemes-e vízilabdázni. Fiúkról beszélünk értelemszerűen, főleg fiúkkal dolgoztam ezelőtt. És mondták, hogy kedves szülő, hát az aranyakat ugye elosztottuk, hát 3-szor zsinórban volt olimpiai bajnok a magyar válogatott. Nagyon nehéz sportág, 6-7 év után lehet megmondani, hogy van-e lehetősége majd a gyereknek, hogy odaérjen. Mondjuk tételezzük, hogy ez 14-15 év, mert 8 évesen behozták. De egyet megígérhetek a fiúról, hogy a tesi órán a pólóját leveheti. Ezért érdemes vízilabdázni. Nagyon szépen köszönöm a beszélgetést is, és természetesen én nagyon sok sikert kívánok nektek ahhoz, hogy az OB1-es csapattal elérjétek azokat a célokat, amiket kitűztetek, és biztos vagyok benne, hogy figyelni fogjuk, hogy álltok.
Köszönöm szépen. Nektek pedig nagyon szépen köszönöm a figyelmet. Adásunkat természetesen itt a Facebookon is újra nézhetitek, illetve megtaláljátok a YouTube csatornánkon, illetve ajánlom még az Oxygen Music alkalmazást, ahol podcastként is újra hallgathatjátok ezt, illetve a korábbi beszélgetéseket is. Mára köszönöm a figyelmeteket, sziasztok!